Sziasztok, üdvözöllek titeket ismét a csatornán, én Réka vagyok. A mai videóban pedig meg fogjuk nézni, hogy mik voltak 2023 legjobb smink termékei. Mik voltak azok a termékek, amik 2023-ban legjobban elnyerték a tetszésemet, és a legjobban szerettem, és a legnagyobb kedvencek lettek. Olyan termékeket gyűjtöttem most ide nektek össze, amiket 2023-ban próbáltam ki először. Ez lehet, hogy idén jelent meg, lehet, hogy nem idén jelent meg. A lényeg, hogy hozzám ide a kollekciómba 2023-ban került be, és 2023-ban próbáltam ki. Ugye van a kedvencek és csalódások sorozatom itt a csatornán, van egy egész lejátszási listám, ezt majd be fogom nektek linkelni, úgyhogy az adott hónapban a kedvenceket meg tudjátok majd nézni, ott az egy sokkal bővebb lista lesz. Most nem akartam végigmenni ugyanazokon a termékeken, és elismételni még egyszer ugyanazt, mint azokban a videókban mondtam, hanem azt a 10 terméket választottam ki, amik a legeslegnagyobb kedvencek voltak idén. Ugye a csalódásokból és a szépségáspalási termékekből, ami nem smink, 5-5-5-5 mondtam nektek, és először terveztem, hogy sminkből is csak nagyon szigorú leszek magammal, és csak 5-5 engedélyezek, de egyszerűen nem tudtam 5-re leszűkíteni a listát, úgyhogy gondoltam, hogy legyen akkor 10, sminkből egyébként is sokkal többet használok, és sokkal több terméket vásároltam, és próbáltam ki. Úgyhogy a végén ez egy 10-es listára sikerült. Még mielőtt belevágnánk itt a termékeknek a listájába, a mai szem sminkem, azaz Odin's Eye Snow Dream palettával készült, készítettem egy videót is ezzel a palettával, egy first impression videó volt. Szerintem már elérhető a csatornán, legalábbis úgy terveztem, úgyhogy ha fent van, akkor belinkelem nektek, ha pedig még esetleg nem lenne fent a csatornán, akkor pedig érkezni fog. De akkor nézzük is ezeket a termékeket. Igazából itt maga a sorrend az úgy teljesen random lesz, ahogy majd a kezemben akadnak, tehát nincs ilyen, hogy a legnagyobb kedvenc, meg a 10. kedvenc, mindegyik egyformán kedvenc. És akkor az első termék az az Hourglass Ambient Lightning Edit Unlocked. Ugye ez az Hourglass-nak az ikonikus Complexion arcavaló palettája. Minden évben karácsonykor szoktak ezzel a limitált kiadású palettával megjelenni, amiben 6 árnyalat van, és az, hogy milyen termékek vannak benne, meg miből mennyi van benne, az minden évben változni szokott, illetve szerintem idén is palettáról palettára változik. Ebben van 2 finishing powder, 2 pirosító, 1 bronzosító, illetve egy highlighter is. Ez a legvilágosabb árnyalat, és ugye lehetett választani paletta csomagolás, meg paletta belsőt, össze lehetett mixálni a honlapon, illetve szerintem még lehet is, mert elérhető még a paletta, és én ezt a leopárdos külső borítást választottam, ugye a legvilágosabb árnyalattal. És ez volt a legeslegelső Hourglass termékem, amit valaha próbáltam a márkától, és hogyha azt mondom, hogy szerelmes lettem, akkor azzal szerintem nem is fejeztem ki eléggé, hogy mit érzek ezzel a palettával kapcsolatban. Ma is ezt viselem egyébként az arcomon. Szerintem mindent használtam a palettában, és egyszerűen gyönyörű formulája van. Mint hogyha airbrush-sal készítettem volna a sminkemet, annyira finom lett. Ami külön tetszik még, hogy van egy ilyen kis blurring effekt az egészben, egy ilyen kisimító hatás, amikor felviszem ezeket a termékeket az arcomra, az úgy egyszerűen így kisimítja a textúrát, ami a bőrömön van, és ez mindenre igaz a palettában, nem csak a púderekre, hanem a pirosítóra, a bronzosítóra, illetve még a highlighterre is, ami egyébként, tudjátok, egy ilyen nagyon fura koncepció, hiszen a fényes dolgok azok kiemelik pont a textúrát, de ez valahogy egyáltalán nem. Nagyon-nagyon tetszik, hogy kinéz az arcomon, és mióta megkaptam ezt a palettát, azóta le sem tudom tenni. Egyszerűen imádom, és fantasztikus. Ez lett szerintem most a kedvenc arcra való bármilyen formulám, amiért még nagyon-nagyon szuper ez a paletta. És most itt konkrétan az árnyalatokra gondolok, ugye ez a legvilágosabb paletta, ami elérhető volt, hogy az olyan világos bőrű embereknek, mint én is vagyok, akinek annyira világos a bőre, mint a hó, gyönyörűen néz ki rajta. Nem túl sok, nem túl erős, nem túl pigmentált. Nagyon-nagyon szépen fel lehet vinni a bőre és eldolgozni, és nem lesz sok és túl erős. Még akkor sem egyébként, hogyha mint egy robot csak így pakolgatod felfelé, akkor sem lesz túl sok. A következő termék, ami szintén hatalmas kedvencem lett, az a Rare Beauty highlighterem lett. Accelerate árnyalatban van meg nekem. Kamerán keresztül most ez nem tudom mennyire látszik meg, de ennek a felülete teljesen dombró volt, amikor még teljesen új volt, és remélem látjátok, hogy mekkora a kis mérés sikerült már ebbe csinálnom, annyira sokat használtam. Amiért nagyon-nagyon szeretem ezt a formulát, az, hogy nagyon-nagyon könnyű, és szinte ilyen lehelet vékonyan és finoman fel lehet vinni a bőrre, és teljesen egybeolvad a bőrre. De közben meg ilyen fénye van. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint a baked highlighterek, azok szoktak ennyire könnyűek és finomak lenni. Ennél a highlighternél is tényleg azt érzem, hogy szinte már légies. Nem ez van most az arcomon, de hát meg tudom mutatni, hogyha egy picikét veszek fel,
hogy ez mennyire extra. Egyébként is volt már egy nagyon-nagyon szép highlighter az arcomon, de hát ezt nézzétek meg, hogy ez meg... Ez az a nagyon-nagyon extra highlighter. Annak tudom ajánlani csak, aki szereti az ilyen extra dolgokat. Persze lehet ezt úgy is felvinni, hogy nem küldöd meg ennyire, bár mondjuk én sem tettem túl sokat most az arcomra. De azért ennek határozottan erősebb fénye van, mint az Hourglass highlighternek, amit az előbb mutattam is rajtam van. És szerintem mi sem mutatja jobban azt, hogy mekkora kedvencem, hogy tényleg itt van ez a kis lyukacska ebben a penben. Terben van egyébként, hogy ebből a highlighterből megrendeljem még a legesleg világosabb árnyalatot, amilyen szinte fehéren néz ki, mert annyira szuper. Következő termék, ez a Tom Ford Glow Bronzer, a 02-es Terra árnyalatban. Ugye Tom Ford az egy nagyon-nagyon luxi márka, viszont valamikor azt hiszem a télen, évelején, szerintem még tél volt, a Douglasban le volt árazva 50%-kal, és még így is szerintem 10.000 forint környékén volt az ára, viszont nagyon jókat hallottam erről a bronzosítóról, és hát úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor jó van, legyen, megrendelem. Ez a másik kedvenc bronzosító formulám. Amiért nagyon-nagyon szeretem ezt a bronzosítót, az, hogy nagyon szuper az árnyalata. Egészen naturális, szerintem ez már így is látszik. Illetve ennek is olyan a formulája, hogyha felviszem az arcomra, akkor egy picikét kisimítja. Nem simítja ki annyira, mint az Hourglass, de ennek is nagyon-nagyon finom formulája van. Ha választani kellene a kettő közül, szerintem nem tudnék választani, mert az Hourglass az egy kicsikét jobban kisimítja a bőrt, viszont ennek szerintem jobb az árnyalata. Tettem itt a swatchot, összehasonlításképpen fent van a Tom Ford, itt alól pedig az Hourglass, azért látszik, hogy ez sokkal naturálisabb, ez pedig sokkal melegebb. Úgyhogy mind a kettő bronzosító nagyon nagy kedvencem lett. És akkor, ha már a bronzosítóknál tartunk, akkor van még egy kedvencem erre az évre. Ez pedig a Vive-nek a Modern Cream bronzere. Ugye ez egy krémes bronzosító, mint ami a nevében is benne van. Ennek a bronzosítónak is szerintem nagyon-nagyon szuper naturális árnyalata van. Ugye ez az egyik indok, amiatt nagyon-nagyon szeretem. Akinek ennyire világos bőre van, mint nekem, annak szerintem ismerős a szituáció, hogy túlságosan meleg egy bronzosító, és kb. Narancssárga lesz a fejeden. Ez már majd, hogy nem annyira naturális, hogy már szinte kontúrként is tudom használni, és mindemellett a formulája is nagyon-nagyon szuper, szerintem nagyon felhasználó barát, és kezdők is egyszerűen nem tudják elrontani. Annyira jó krémes, és annyira jól el lehet dolgozni az arcon, és közben nem lesz egyáltalán sok, és pont a tökéletes árnyalat. Nem olcsó egyébként ez a bronzosító, viszont hatalmas ez a tégely, és rengeteg terméket kapsz benne, úgyhogy nagyon-nagyon sokáig elég tud lenni. Következő, szintén egy Vive termék, ez pedig a Vive Sunset Blush Balm, és az árnyalat neve Piazza, ez egy folyékony pirosító. Nevében is benne van, hogy ez egy balzsamos pirosító, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon krémes és fényes lesz ez a pirosító, illetve ahogy látjátok, annyira nem is túlzottan nagyon sok és pigmentált, viszont szerintem nagyon szépen el lehet oszlatni a bőrön. Ugye van egy nagyon szép fénye, így a kezemben is látszik, viszont miután eloszlattad, egy kicsike idő elteltével fixálódik, és nagyon szép tartós is marad a nap során, és ez a fénye is valahogy megmarad. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a pirosítót, főleg akkor, amikor egy ilyen minimál smink napot tartok, hogy mondjuk nincs rajtam akár alapozó sem, csak egy kis korrektor, és mondjuk korrektor, ez a pirosító, szemöldök, szempillaspirál, valami szájfény, és akkor ennyi a sminkem, és egyszerűen gyönyörűen néz ki. Nagyon-nagyon természetes, mint hogyha a bőröm lenne, csak egy fokkal jobb a bőrömnél. Annyira egybe tud olvadni így az egész. Úgyhogy tervem van, hogy a másik három árnyalatot is beszereztem ebből a pirosítóból, mert ez nagyon-nagyon tetszik. Ugye ez úgymond a legsötétebb árnyalat, amikor rendeltem, csak ez volt elérhető. Most már egy utólag egyáltalán nem bánom, mert annyira szuper ez az árnyalat, nagyon-nagyon szépen néz ki, de szükségem van a másik három árnyalatra is. Aztán következő termék, szerintem ez volt az évnek úgymond a meglepetés terméke. Ez a Sheglam Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Ugye ez a Sheen-nek a sminkes márkája, a Sheglam, és nekik a matte alapozójuk. A nyáron adtam le egy rendelést a Sheglamen, és ott rendeltem kis alapozó mintákat. Készült is egyébként akkor videó a csatornára, azt majd belinkelem nektek. Akkor próbáltam ki ezt az alapozót is, és egyszerűen annyira szuper volt ez az alapozó, hogy meg kellett belőle rendeljem a full méretet is. És egyébként már elég sokat el is használtam belőle, ez van egyébként az arcomon is. Nagyon-nagyon szuper fedése van, tehát tényleg
mindent eltakar az arcodon, nagyon szépen lehet applikálni, nagyon szép vékony rétegben fel tudom vinni a bőrömre, és attól függetlenül, hogy ez egy matt alapozó, azért nem mattul lett teljesen annyira, hogy halottnak nézzek ki, hanem azért úgy látszik, hogy a bőröm az még bőr. És az én bőrömön nagyon-nagyon szépen néz ki, ugye nekem kombinált bőröm van, és az én bőröm ezt nagyon-nagyon szerette. Úgyhogy ha valami extrábat akarok, valami tényleg egy fullos minket akarok csinálni, akkor általában ezt az alapozót szoktam használni. Terveztem egyébként, hogy készítek egy ilyen összehasonlítást a MAC Studio Fix Fluiddal, mert amikor ezt legelőször kipróbáltam, akkor nekem nagyon-nagyon arra az alapozóra emlékeztetett, és még egyébként azóta is. Ugye az a MAC alapozó másik nagy kedvencem, amikor valami full glam sminket csinálok, és valami nagyon-nagyon tartósra van szükségem, és valami nagyon-nagyon magas fedésűre. Kb. Nálam ugyanazon a szinten van a két alapozó. Következő termék az a Kiko Milano Hydra Pro Glow. Ez egy hidratáló krém, hidratáló primer, legalábbis én így szoktam használni. Amiért nagyon-nagyon szeretem ezt a terméket, egyrészt nagyon szépen hidratálja a bőrömet. Nagyon-nagyon könnyű, nem nehezíti el, pont tökéletes alap egy smink alá, gyönyörűen lehet rá alapozót felvinni, vagy bármilyen másik terméket. És ami nagyon-nagyon szuper benne, az, hogy miután beszívódott a bőrömbe, hagy egy ilyen nagyon-nagyon szép, természetes ragyogás maga után. Ez remélem, hogy látszik most itt a kézfejemben is, hogy mennyire szép ragyogó és egészséges lett tőle a bőröm. Tudjátok, ez nem az a műragyogás, meg nem olyan, mint mondjuk egy highlighter, hanem csak tényleg úgy néz ki a bőröm, mint hogyha kicsattanna, annyira egészséges és ilyen juicy és fényes lenne. Rajtam van ma is egyébként ez a primer, de ugye rengeteg más termék is van a bőrömön, szóval így már ez a ragyogó dúj hatása annyira nem észlelhető, inkább csak a hidratáló része az, amit ilyenkor érzek, hogy nagyon-nagyon szép a bőröm a smink alatt, és nagyon-nagyon jól bírja a sminkem a strapát, de én nagyon-nagyon szeretem ezt a terméket úgy is használni, hogy felteszem a bőrömre, és egy ilyen nagyon-nagyon minimális sminket teszek még fel, mondjuk csak egy picike korrektort, mondjuk valami krémes pirosítót, talán még egy highlightert, és akkor így ennyi. Szóval alapozót nem teszek fel, az a lényeg, és hagyom érvényesülni ezt a gyönyörű ragyogást a bőrömön, akkor nagyon-nagyon szépen és frissen néz ki a bőröm, és egy nagyon nagy kedvencem lett ez a hidratáló, és már meg is néztem, hogy szerencsére szállítanak házhoz a Kiko Milánóból Magyarországra is. Ugye ezt akkor vásároltam, amikor Olaszországban jártam, de lecsekkoltam, és megnyugodtam, hogy szállítanak Magyarországra, úgyhogy ha bármikor elfogyna ez a termék, akkor így rögtön újra tudom rendelni. A következő termék az a Rival Loves Me-nek a Maxi Definition szempillaspirálja, és ezt a szempillaspirált a Regi ajánlotta nekem, és talán a tavaszi glamour napokkor vásároltam meg ezt a szempillaspirált. És megmondom őszintén, hogy ennél jobb szempillaspirált ilyen árkategóriában még nem próbáltam. Nagyon-nagyon sok minden tetszik ezzel a szempillaspirállal kapcsolatban. A legelső, amit általában rögtön észre szoktam venni, az a keféje a szempillaspirálnak, ugye ez szilikonból van, és remélem látjátok itt most, ahogy forgatom a kefét, hogy az egyik oldala laposabb, a másik oldala pedig szélesebb, tehát az egyik oldalon hosszabbak a sörték, a másik oldalon pedig rövidebbek, és valahogy az egész kefének a kialakítása olyan, hogy nagyon-nagyon jól körbeöleli a pillákat, és nagyon-nagyon jól be tudja teríteni az egész pillának a felületét, és ami miatt én nagyon-nagyon szeretem még ezt a szempillaspirált, hogy olyan pillákat varázsol nekem, mintha műszempillám lenne. Ma is az a spirál van egyébként rajtam, bár mondjuk lehet, hogy most nem igazán tud érvényesülni itt a nagy szemhítus meg a nagy szemsmink mellett. Emlékszem, amikor legelőször kipróbáltam, és frissen volt pont liftingelve a szempillám, és nagyon-nagyon szép ívesek voltak a pilláim, és kifestettem ezzel a szempillaspirállal, és úgy nézett ki, mintha egy ilyen 1D-s épített műszempillám lenne. És tényleg, ahogy a nevében is benne van, nagyon-nagyon definiáltak lesznek a pillák. Az egyetlen egy dolog, amit viszont meg kell, hogy említsek negatívként a spirállal kapcsolatban, az az, hogy nagyon sokáig tart, mire megszárad, és szerintem ez a száradási idő több, mint egy átlag spirálnál, de hogyha ezt észben tartja az ember, és vigyáz, hogy ne nyúljon oda, akkor utána megszárad, és utána semmi probléma nincsen vele, az egész napot strapát is nagyon jól bírja, nem pereg le, nem masszatolódik el, hanem nagyon-nagyon szép marad az egész nap folyamán, és a legszuperebb az az ára, talán 8 vagy 900 forintba kerül, már nem is emlékszek rá, de tényleg ilyen potom pénzbe kerül, bármelyik rossz napban meg lehet vásárolni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó szempillaspirál. Azt hiszem ez a második egyébként, amit használok, mert egyszer már újra vettem. A következő terméknél lehet, hogy csalás egy picikét, de ezek a Lisa Eldridge rúzsok. És a sminkes vizsgám után rendeltem magamnak
a három különböző formulából egy-egy árnyalatot, úgymond a sikerült a sminkes vizsgám ajándék tőlem magamnak címén, és nagyon nagy kedvencem lett mind a három rúzs és mind a három formula. Az biztos, hogy ezek a rúzsok high-end kategóriába tartoznak, és a high-endnek is inkább már az ilyen luxi A-kategóriájába. Tehát nem olcsó termékek, viszont én ezt a formulán is érzem. Tettem ide a három rúzsról swatchokat, és akkor föntről fogunk haladni. Az árnyalat neve Strawberry Shock, és ez a Insanely Saturated formulából van. Alatta van a Velvet Petal, és ez a True Velvet formulából van. És az alsó pedig azt hiszem a Luxuriously Lucent formula, talán azt hiszem így kell mondani, és a Kitten Mischief árnyalat. Nagyon-nagyon szép szerintem mind a három. Maguk az árnyalatok is szerintem gyönyörűek, illetve maguk a formulák is szerintem nagyon-nagyon jók, és nagyon-nagyon kényelmes viselet mindegyik. Még egyébként a Velvet Matte formula is nagyon-nagyon kényelmes az ajkakon. Nem érzem, hogy kiszárítaná az ajkaimat, nem lesz kényelmetlen. Nagyon szépen bírja az egész napot, még a nap végén is nagyon-nagyon kellemes viselet. Közben a macskák lebontják a lakásomat, hogyha az ajokat hallottuk, akkor ők azok. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem mind a három formulát, hogyha most nem csalhatok, és csak egyet kellene választanom, mivel egy termék, akkor valószínűleg a Luxuriously Lucent formulát mondanám, a Kitten Mischief árnyalatot, ugye ez a legalsó. Szerintem itt a swatchon is látszik, hogy ez egy ilyen fényesebb, balzsamosabb formula. Nem is annyira erősen pigmentált, mint mondjuk a másik kettő, de azért, hogyha több rétegben felviszed, akkor fel lehet építeni az árnyalatot. És amiért én nagyon-nagyon szeretem ezt, és nagyon sokat használtam, az, hogy nagyon könnyen és egyszerűen és gyorsan fel lehet applikálni az ajkamra, hogyha reggel mondjuk késésben vagyok már munkából és sietnem kell, akkor sokszor nem szoktam itthon feltenni a rúzsomat, hanem mondjuk a kocsiban éppen így nem tudom, piros lámpánál állva gyorsan így felcsapom az ajkamra, vagy mikor már leparkoltam, ilyesmi. Vagy akár úgy, hogy tükör nélkül csak felkenem az ajkamra, és tényleg egy annyira gyors és egyszerű formula, hogy szinte tényleg így fel tudom applikálni, és nézzétek meg, ezt direkt meg akartam mutatni, hogy ennyi maradt a rúzsból. Összehasonlításképpen a méretet mutatom nektek, pedig ebből a másik rúzsból is elég sokat elhasználtam. Szóval kezdek egyébként előre sírni, hogy ezt a rúzst természetesen újra kell, hogy majd vegyem, és szegény pénztárcám. Mert hát egyébként nem olcsó ez a rúzs, viszont ez egy olyan formula, amire azt mondom, hogy megéri nekem kiadni a pénzt, mert nagyon-nagyon szépen mutat az ajkamon, nagyon-nagyon hidratáló érzés az ajkamon, és tényleg minden egyes cseppje egy luxi. És akkor a tizedik termék, ez egy olyan termék lesz, hogy szerintem ez nem került bele az ilyen aktuális havi kedvencek közé. Szerintem erről valahogy véletlenül megfeledkeztem, és nem került bele az aktuális havi kedvencek közé. Ez a MAC-nek a Look Kiss Ink folyékony ajak rúzsa, és ez a rúzs van egyébként az ajkamon is ma. Az év elején jelent meg talán ez a rúzs, ha jól emlékszem. Igen, szerintem valamikor az év elején. Az árnyalat neve egyébként Mischief, és ide tettem a swatchot, ez az árnyalat az. Amiért én nagyon-nagyon szeretem ezt a rúzst, az, hogy kb. Ez az a rúzs, vagyis hát folyékony rúzs, ami visszaadta a hitemet, hogy lehet még jó folyékony ajakrúzs formulát készíteni. Ugye régen, mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt nagyon trendiek voltak a folyékony matt rúzsok, viszont én akkor sem nagyon szerettem őket. Persze használtam és viseltem őket, de nem igazán szerettem őket, mert mindig kényelmetlen érzés volt az ajkamon, túlságosan kiszárította. Viszont ez egy annyira kényelmes formula, hogyha nagyon-nagyon szépen egy rétegben vékonyan felviszed az ajkadra, akkor ez nagyon-nagyon szépen megszárad rajta, és nagyon-nagyon tartós lesz, de közben nem szárítja ki az ajkat, nem lesz túl kényelmetlen, nem lesz, tudjátok, ez a nagyon-nagyon vastag érzése az ajkakon, és szerintem ez a rúzs elég tartós is. Puszilgatom a kezemet, akkor igazából hát az előző bronzosító swatchok talán még látszanak ott, de a rúzsnak a nyoma az nagyon-nagyon minimálisan meglátszik, de tudjátok, egyáltalán nem az a hú, szanaszét kenődő formula. Azért mondjuk egy ilyen, nem tudom, birkapörkölt, töltött káposzta, hasonló kombó vacsorákat nem igazán bír ki, tehát hogy azért annyira nem lerobbanthatatlan az ajkakról, de egy ilyen átlagos napot, hogy nem tudom, munkában vagy, iszol mondjuk egy akár pohárból, szerintem azt még kibírja, de hogyha vigyázol az ajkadra, és mondjuk szívószálat használsz, az még jobb. Hogyha egy könnyű ebédet eszel, nekem még azt is kibírta, és ahogy mondtam, nagyon-nagyon kényelmes viselet volt az egész napnak a során, és én ezt elég sokat is használtam, szóval nem is értem, hogy miért nem tettem be az aktuális havi kedvencek közé. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a formulát, és tervben is volt, hogy veszek majd még több rúst is ebből a formulából, viszont azért nem olcsó az ára, úgyhogy így erre még nem kerítettem sort, de egyébként maga a formula nagyon-nagyon szuper, és én nagyon-nagyon szeretem. És akkor a végére szerettem volna megemlíteni még egy terméket nektek,
ez már egy picikét talán csalás, viszont találtam egy kiskaput, hogyha nagyon szigorú értelemben vesszük a sminktermék fogalmát, akkor ez nem sminktermék, hanem egy sminkelési eszköz. Egy ecsetről van szó, úgyhogy gondoltam, ez így még belefér úgymond egy 10 plusz egyedik termékként, és ez az ecset nem más, mint a Smashbox-nak a Buildable Cheek Brush. A nevében is benne van egyértelmű, ez egy arcra való ecset, amiért én nagyon-nagyon szeretem, kettő dolog van. Az maga az ecsetnek a formája, ahogy látjátok, az egyik oldala ennek az ecsetnek kicsit ilyen csapott, így van levágva. Így nagyon-nagyon jól ráéleszkedik az arcodra, és így nagyon-nagyon szépen körbeöleli az orcát. A másik, amit nagyon-nagyon szeretek benne, az az, hogy a szálak maguk nagyon-nagyon légiesek. Ezekkel a légies szálakkal pont egy ilyen légies applikációt lehet elérni. Ma is egyébként ezzel vittem fel a pirosítómat, és az az érzésem, hogy akárhányszor ezt az ecsetet használom, akkor olyan, mintha egy airbrush használnék, vagy azzal vinném fel a sminket, annyira szépen szét lehet teríteni vele a terméket, és nagyon-nagyon szépen finoman lehet vele applikálni a termékeket. Egyébként én ezt az ecsetet pirosítóhoz és highlighterhez is szoktam használni, és nagyon szépen fel lehet vinni az orcára mind a kettőt. És akkor ezzel végre is értünk ennek a listának, több csalás már nem lesz ebben a videóban, úgyhogy ez a 10 plusz 1 termék lett volna az, amik a legnagyobb kedvencek voltak 2023-ban. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek és érdekesnek találtátok. Hogyha igen, akkor nyomjatok rá, légy szíves, egy lájkot, illetve mondjátok el a kommentben is. Ha pedig még nem tettetek meg, akkor a csatornámra se felejtsétek el feliratkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következőnél. Sziasztok!